Mindenkit! Tori Ádám vagyok, és az előző alkalommal láthatjátok a 20 palacsint, a kihívást, amit sikeresen teljesítettem, és mivel nagyon sokan írtatok, és hát megszavaztátok, hogy legyen 2 kiló vízsli kihívás, ezért úgy döntöttem, hogy akkor lesz. Úgyhogy tegnap el is mentem este, szokás szerint este, a Tesco-ba edzés után, és vettem 2 kiló vízsli. Itt is van! 2 kiló, ebből kb. Egy ilyen másfél kiló Kaiser, aztán pedig egy ilyen fél kiló másfajta vízsli, már nem is szó nevére. 1390. 1390 gramm. Illetve, kérem szépen, a másik vízslingből pedig 596 gramm. Úgy elvittük, mint a bűcsön. Úgyhogy holnap 2 kiló vízsli kihívás lesz, gyerekek, kis majonézzel, mustárral, ketchuppal, és hát egy kis tejet fogunk hozzá inni, meg vagy 3 szelet kenyeret. Az egyik frankfurti vízsli, Tesco-s, 596 gramm, illetve, ahogy már említettem, Kaiser baromfi vízsli, 1390 gramm. Lehet úgy, hogy mind a kettő Kaiser, fogalmam sincs, de a lényeg, hogy egyik baromfi, a másik pedig talán sertés. Na most, én ehhez a vízslihez meg fogok enni egy 300 g-nyi kenyeret, pontosabban 276 g-ot. Ki is mértem nektek, amint látjátok. Na most, mielőtt kifőznénk a vízsliket, számoljuk meg őket, hogy hány darab. Ugyanis, hogyha forrón fogom megcsinálni, vagy hogyha forrón mérném meg, vagy számolnám meg, akkor séfárnál fogják úgy beégetni, mint a pécsöt. Úgyhogy. Számoljunk együtt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Árosával fogjuk nyomni. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 és 53. 53 darab vízsli. Na most, a következőt fogjuk belőle csinálni, megfőzzük őket szépen, és meg fogom enni ezt 300 g kenyérrel, hát egy durván egy ilyen fél liter tejjel, illetve egy kis majonéz fogok beletenni, és hát ketchupot, szószt. Szószokat le fogom mérni amúgy dobozzal együtt, aztán pedig majd ki fogom kalkulálni belőle nyilvánvalóan azt a mennyiséget, amennyit a tányéromra nyomtam, és amennyivel megettem a vízsliket. Úgyhogy nem is pofáznék tovább, csapassuk! A legenda szerint a vízslit 3 percig kell forralni, és készen van. Na most igazából én beletettem a meleg vízbe, és elkezdtem forralni a vizet, és hát elkezdtek a vízsliek szétszakadni, és még csak most forr fel a víz, úgyhogy szerintem ennyi elég is lesz. Tegyünk le, hogy róla a vizet. Eléggé kurvára szét van. Szét van sülve. Szarrá főztem őket egy kicsit. Úgyhogy, ja, pár vésli szétszakadt, de semmi gond. És hogy legyen kurva forró, egy kis hideg vizet öntünk a kopaszra. Így ne. Vissza, honnan jött. Azt a picsa. Na, gyerekek. Na srácok, itt is lennék. Hadd kezdjem ezt a videót azzal, hogy nagyon csalódott vagyok, ugyanis rá volt írva az elkészítésnél, hogy 3 percig kell forralni ezt a fost, és én igazából hát kb. Fél percig forraltam, mert amire a víz felforralódott, úgy borékolt, úgy hát a vízsljeim szép szóval szarrá fűttek, szétpattantak, gurulj vissza az anyád. Na, tehát szétpattantak, és ez lett belőle. Picsen. Úgy csak kell ez. Na, tehát attól függetlenül ez 2 kg vízsli, elég csúnyán néz ki. Én ezt még egyszer nem fogom megvenni. Amúgy utoljára vízsli kb. 12 évesen ettem, úgyhogy hát ez egy jó 11 éve volt, úgyhogy itt az ideje, hogy vízsli bevitelünket megemeljük. Úgyhogy kezdjük is bele, gyerekek. Ki fogok mérni egy fél liter tejet, hoztam magammal egy mérőeszközt, eddig fogom önteni, úgyhogy ez gyorsan ki is mérnénk. Hát ebben nem volt sok, úgyhogy ezt offoljuk. Felnyitunk egy újat, és akkor mehet is.
Így van. Félbitertej. Kis szószt fogunk használni. Amit bemutattam a videóban nektek a makrotápanyagnak, vagy a makrotápanyagokat, ennél majonéznél, tehát ezt fogjuk használni, ezt a mustát fogjuk használni, illetve ezt a ketchupot, és hogy már említettem, majd a videó végén ki fogjuk mérni őket egyesével, hogy mennyit veszítettek a súlyokból. Na, ezt visszarakjuk. Úgyhogy hoztam segédeszközként, hogyha el kéne vágni a véslit, bár úgy látszik, hogy nem fog kelleni, egy ilyet, kis kanalat, hogyha esetleg úgy lenne, illetve villát, és kés. Úgyhogy elérítolom. Stopperemet mindjárt elindítom. Ez 276 g kenyér, ez a szalvéta szokás szerint. Na srácok, 3, 2, 1. Csapassuk neki. Ez a révelem. Hét vésli van hátra. Azt hiszem 53-at számoltunk az elején. 46 darabot megettem eddig. Nagyon jó. Mert kurva tele vagyok szép szóval, de már csak 7 vésli van hátra. És egyszerűen nem győzhet ez a 7 vésli. Nézzünk egy gyűrűt, gyerekek. Mert kicsikét megpihenek közben. Iszok egy pohár tejet közben.
Na, jelenlegi idő, gyerekek, 20 perc kerek, 20 percnél tartunk. Most érzem azt, hogy eléggé tele vagyok. Mindjárt széthányom magam. De amúgy esküszöm nektek, 11 év után jól esik ez a vízsli, úgyhogy az első 30 gramot még élveztem, aztán már úgy kezd el menni a kedvem tőle. De semmi gond, ezt a hetet még bevágjuk, aztán egy másfél napig még nem eszünk semmit. Na csak passuk. Amit láttátok, vagy látjátok, kenyeként kell spórolunk, ugyanis már csak egy harapásnyi van, ez a három vízsli az. Úgyhogy, kis majonéz, kis ketchup, kis mustár. Ez a trió az, amitől pucit fogjátok magatokat fosni, mint a picsa. Nem a fekvaron fogtok ülni, meg a mellprésgépen, sem a tárogatógépen, hanem a burin. Úgyhogy ajánlom ezt a triót nektek is. Csapassuk három vésli, háromféle szósszal, és adok magamnak még egy másfél percet. Már csak a tej marad hátra. Na srácok, sorfát leállítjuk. 24 perc, 3 másodperc. Ez kemény volt, de, mint említettem, az első 30 darab elég könnyen lement, és eléggé elvesztem. Nem volt olyan nehéz kihívás, mint mondjuk a bab kihívása, aminél pihennem kellett kétszer fél órát. Szintén elvesztem. Na most kiszámolom nektek a következő fél órában ezeknek a makro tápanyagait. Nyilvánvalóan nem fog annyiba telni, már most láthatjátok, hogy mik a makro tápanyagok. Láthatjátok a zsírt, láthatjátok a szénhidrátot és a fehérjét is. Vagy inkább mondhatnám, hogy a szénhidrát ugye utolsó szempont, mert ugye a vésliben inkább fehérje és zsír volt. Ez a kajakihívás is sikeresen zárult. Valószínűleg lehet, hogy sem fogok hányni, hál' Istennek még egyik után se hánytam. Nem vagyok olyan szarul ezután, mint a babos kihívás után, az elég kemény volt. Ott gyerekek, hát egész nap a fürdőszobában voltam, és hát nem a hajamat vasaltam, sem mostam, úgyhogy tudhatjátok, hogy mi lehetett a következménye. Na de, lényeg a lényeg, ez a videó 100%-ban szórakoztató jelleggel készült, senki ne próbálja ki otthon, senkinek nem javaslom, ez tényleg csak a szórakoztatás miatt van volt. Ez volt ugye a 9. kajakihívásunk, és hát Séfár rám úgy döntött, hogy akkor elmegy a Tesco-ba, és hát kér a nénitől este 9-kor egy kis véslit, és hát kifagytak a vésliből, amint láttátok, úgyhogy kettő fajtát kellett kajálnom. Aztán sajnálatos módon szarrá főztem a vésliket, de ugyanúgy 2 kiló volt, ugyanúgy vésli a vésli. A makrókat láttátok, az összkalóriát láttátok. Következő 32 órában biztos, nem fogok enni. Egy 4 óra múlva el fogok menni ugye konditerembe. A mai nap egy mell, vál, triceps lesz, tehát egy toló nap. Ne felejtsetek el követni Instagramon, Aramtari Profizika nevem, hogy láthassátok posztjaimat, akcióimat, edzéstervekre és étkezési tervekre is, illetve látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalamra, ha személyre szabott edzéstervet vagy étkezési tervet szeretnétek, valami hasonlót, hogyha tömegeltek. Még egyszer mondom, senki ne próbálja ki ezt otthon, ha a szarnapodok van, ezt a videót mindenképpen nézzétek meg, vagy küldjétek tovább olyannak, akinek szintén szarnapja van, és remélhetőleg fel fogja dobni ez a videó alapján. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Árán voltam, iratkozzatok fel, légy szíves. Peace!